Üdvözlöm, Varga Róbert vagyok. 18 évvel ezelőtt egy keresztúthoz ért az életem. 6 négyzetméteres szobabéletben laktam. Mostan értékem volt kb. 75 millió forint tartozásom, 1,5 millió forint havi kamattal. Tél volt, hideg volt, fáztam, éheztem. Eladtam a meleg ruháimat, hogy enni legalább legyen pénzem. Ugyanis Floridába, Fort Lauderdale-be készültem, mint gazdasági menekült, hogy majd ott egy kicsit a mesés nyugaton majd szebb életem lesz. Találkoztam ezzel a vállalkozással, és hát mindamellett elég színikus voltam, de úgy gondoltam, hát ez túl szép, hogy igaz legyen. De úgy okoskodtam, hogyha csak 1% esély van arra, hogy ez nekem is tud működni. Nem akarok becsukott szemmel, becsukott füllel elmenni mellette, meg akarom adni az esélyt ennek a lehetőségnek. És hát körbejártam, begyűjtöttem a szükséges információkat. Nem olyan emberektől, akik hallottak róla, vagy akik belevágtak valami vállalkozásba, és nem lettek sikeresek. Olyan embereket kérdeztem, akik sikeresek, akik megcsinálták. Ők meg tudnak tanítani arra, amit ők is elértek. Úgyhogy elkezdtem az üzletet. Tartozásomat hál' Istennek hamar kifizettem. Azóta több mint 100 repülőutam volt, szinte bejártam az egész világot, több mint 40 tengerparton pihentem, nyaraltam, és egy kicsit vicces, de most már közel 70-szer nagyobb az otthonom, mint akkor a szobabérletem. Főállásban vagyok apa, főállásban vagyok férj, és a napi 24 órában én irányítom az életemet, azt csinálok, amit akarok. Csodálatos döntés volt, ám bár egy hajszálon múlott, úgyhogy ezt kívánom önnek is, járja körbe, gyűjtse be a szükséges információkat, és kívánom, hogy hozza meg az élete szempontjából a lehető legjobb döntést.